Folytatjuk önkormányzati rovatunkat, terézvárosi önkormányzati rovatunkat. A mai alkalommal vendégem dr. Mercel György, egyházkarnagy. György, ezt régebben kántornak hívták, vagy a kettő között nincs valami átmenet? Hát van átfedés, igazából ez országonként is változik, hogy hogy mint. A kántor elnevezése elsősorban Magyarországon azt jelenti, hogy az, aki fönt ül a templomban a orgonánál, és kíséri az énekeket, és vezeti a hangjával az a gyülekezeti éneklést. A karnagy az, aki a kórust vezeti. Tehát aki... Ez egy másfajta szakma akkor, másfajta. Hogyha ezt pontosan De átfedés értem. Is lehet, tehát vannak mondjuk nagyon nagy templomokban, vagy székesegyházakban van az, hogy külön státusz, egy karnagy funkció külön, aki az összes miséken ellátja a zenei szolgálatot, tehát a kántori szolgálatot, és van, ahol még külön egy organistát is alkalmaznak. Egyébként érdekes, hogy ez a kántor szó, ez olyannyira keveredik, hogy például Bach, a Lipcsei kántornak hívta magát, ugye kántor, Lipcsei Tamás templom kántor. Köszönöm szépen, megelőzött, ez lett volna a következő kérdésem, hogy igen, hogy miért, hogy igen, ez Bachnál pontosan így történt. Na de hát ez egy csodálatos foglalkozás. Biztos. Nem így érzi? De. És sokrétű, mivel az én személyemben pedig a terézvárosi plébánián pedig egymagam látom el ezeket a funkciókat, tehát egyszerre vagyok karnagy is, kántor is, organista is. Ebben mindjárt belemegyünk, mert egyébként a beszélgetésünk lényege a közelgő húsvét, mert hogy nem sokára itt lesz ez a gyönyörű keresztény ünnep. Arról is fogunk beszélni, illetve a hozzátartozó programokról, de ahogy megemlítette, hogy a Teréz templomban látál szolgálatot, ha fogalmazhatok így, már pedig azt gondolom ez a korrekt megfogalmazás, semmiképpen nem hagyhatjuk ki Zoltán atyát. Ja, rendszeresen beszélgetünk itt a stúdióban Zoltán atyával, Horváth Zoltán atyával, Teréz templom plébánosával, mindig programokról, illetve arról, hogy hogyan működik és hogyan él a gyülekezet együtt, illetve a hívek együtt. Gondolom, hogy e köré szerveződnek majd a húsvéti programok is. És akkor mielőtt a programokról beszélgetnénk, azért boncolgassuk még egy picit ki azt, hogy egy ilyen egyházi karnagy, az milyen funkcióval bír, hogy tud segíteni? Például ön tart énekórákat a kórustagoknak, hogy durva szóval edzésben legyenek? Igen, persze, hát a kórusnak próbái vannak, tehát próbálnak arra, hogy felkészüljenek a időzőjelbe szereplésre, ami a mi esetünkben nem egy olyan szereplés, mint a világi kórusoknál, hogy van egy koncert, vagy egy meghirdetés, hanem itt ez liturgiához kötött mindig, tehát az egyházi ünnephez kötött, és az egyházi ünnepnek a szertartásán veszünk annak részt. Megfelelően választja ki ön azokat az énekeket, amiket a kórus énekel? Pontosan. Mondjuk egy húsvéthez mi illik, vagy mi kell? Hú, hát óriási zenei irodalom áll rendelkezésre, tulajdonképpen az egyházzenének az alapja, ez sokszor meg szoktuk fogalmazni a zeneakadémián és az egyházzené tanszakon, ahol tanítok, hogy a Gregorián. És ez a kiindulás, tehát az egyházzenének a kiindulási alapja a Gregorián. És ez a... Mit jelent a Gregorián? Gregorián az egy egyszólamú latin ének, nagyon röviden megfogalmazva, liturgikus ének, és ez nagyon fontos. Tehát, és itt azt hiszem, itt az egy kulcs szó, hogy liturgikus ének, amit sokan összetévesztenek, azt hiszik, hogy amit a szertartáson szólni kell, az valami ott fenn a karzaton valami aláfestő zenét csináljanak, és az olyan hangulati jelen, más azért nagy tévedés. Sokan emiatt úgy is választják meg az ott elhangzókat, hogy pontosan ezt nem gondolják át. Tehát nem minden való oda a szertartásra. Erre bizony zsinati dokumentumok, rendelkezések vannak, csak néha nem mindig veszik ezt figyelembe sokan. Tehát a zsinati dokumentum, még a második vatikáni zsinati dokumentum is leszögezi, hogy az egyházi zenének az alapja, az elsődleges a Gregorián. Még akkor is, hogyha nem ezt halljuk állandóan templomokban, sőt, nagyon ritkán halljuk. Na most ezzel több nehézség van nyilván az, hogy ez egy latin nyelvű ének, amit persze megpróbáltak lefordítani, és sokszor anyanyelvűen is, és ez működik. Ugye a zsinat után ugye anyanyelvűségre, ez nem több mint 40 év, hogy igazából anyanyelvűség van a liturgiákon a katolikus templomokban. Addig latin volt, és addig ez nem volt probléma, mert hát latinul szólt a Gregorián, és latinul szóltak az egyházi kórusművek is. Na most, ahogy a zenetörténet haladt, ugye ez a kezdetektől volt ez a Gregorián, az egy
egyháznak a kezdeteitől létezett az egregorián, ahogy a többszólamosság jött, például a második évezrednek az elején csak. Addig csak az egyszólamosság létezett, és a gregorián semmi más a liturgiában. Ahogy a többszólamosság létrejött, ez persze bejött a templomba, persze mindig szabályozott módon, és akkor néha turbulizánzott, néha olyan zenéket is bevittek, ami nem odaillik, akkor jött egy pápai dörgedelem, és akkor ezt rendszabályoztak, és ez évszázadra visszatérő probléma volt mindig, és majd mai napig, és vannak viták erről, hogy mi való oda, mi nem. Ez annyira kedves, legalábbis az én fülemnek kedves szó, ez a dörgedelem. Hát milyen dörgedelem lehet az énekkel kapcsolatban? Az ének maga a gyönyörűség. Igen, na most megmondom, pontosan a dörgedelemnek az elsőges szempontja mindig az, hogy pontosan erre való figyelem felkeltése vagy felhívása, hogy kérdezem, ami ott megszólal a liturgián, az liturgia. Tehát ha zene, akkor is liturgia. Tehát akkor annak a szabályai vannak. Annak szabályai vannak, hogy milyen szöveg hangozhat le. Hogy az és nyilván, hogy milyen köntösben most a többszólamossággal, nyilván már nem csak a gregorián szólhat, de mégis, amikor például a 19. században ilyen olasz opera stílusban áriáztak a templomokba, akkor Liszt is felemelte a hangját, meg a pápa. Hogy akkor ezt nem kellene, oda való, igen. Az nem illik oda. Tehát a többszólamos zenét is lehet olyan, tehát Mozart is olyan miséket is írtak, ami azért decens, tehát oda való a liturgiába. Én ezt értem, hogy valami nem való oda, és teljesen helyén való, de miután a világ halad előre, hála a jó Istennek, elképzelhető, hogy mondjuk egyszer egy katolikus, vagy teljesen mindegy, civil véleményre vagyok kíváncsi, evangélikus vagy református templomba például beengednek egy olyan művet, ami mondjuk egy repzene? A szövege természetesen a valláshoz kapcsolódik. Tehát ez elképzelhető? Vagy... Elképzelhető, tehát ezért nagy viták van, mert a könnyű zene bejött a templomba. És ezen nagy viták vannak. Akkor ez már egy kapunyítás. Abszolút, ez egy kapunyítás. És kérdez, mihez? Mert hogyha az a könnyű zenének a szövege nem odaillik, akkor nem csak a zene nem illik oda, hanem a szöveg se. Na most, hogyha erre aztán voltak olyan próbálkozások a könnyű zenészek részéről, hogy na jó, akkor csináljunk szent szövegekre könnyű zenét. Ez már egy becsületesen megoldás. Ott viszont tényleg zeneesztétikai és más problémák vetülnek fel, de az és minőségi problémák. Tehát inkább az a kérdés nagyon röviden, egyszerűen megvilágítva, hogy a szórakoztató zene, a populáris zene való-e? Tehát ez csak a 20. század második felének a találmánya, hogy a populáris zenét bevigyük a templomba, mondván, hogy majd ezzel bevonjuk a fiatalokat. De a populáris zene az lehet, igen, tudom, el tudom képzelni, hogy veszélyes. De a populáris zene az a csatorna lehet például, ahol tényleg a fiatalokat meg lehet fogni. Tehát lehet egy olyan szál, amin lehet őket vezetni, mert a hangzása olyan, amit el tud fogadni, hogyha a szövegtartalma, amihez önök megfelelő, ragaszkodnak, igen. Az megfelelő, akkor azt hiszem, hogy gólt rúgtak. Ez így is van, csak akkor melyik az a populáris zene, amit tetszik, és kinek? Most melyik cél? Doktorom, nagyon nehéz eldönteni. És nekem már volt olyan, mondják azt, hogy a kitáros zene például, hogy az a fiatalok zenéje. Én nekem volt olyan 10 éves kiskólás énekesem, aki azt mondta, hogy ja, a gitáros zenét, én azt nem szeretem, azt a szüleim zenéje, azt ők szeretik. Hát ennyire nem egyszerű. Bonyolult. Ennyire nem egyszerű. Az biztos, hogy akkor tud felépülni egy ház, hogyha pontos és alapos az alap. De attól még mondjuk a hálószobáknak a színét, vagy a nappalinak a színét ki lehet találni. Ezért kérdeztem én, hogy van egy olyan fajta nyitottság például önöknél, vagy másik fajta vallásnál, hogy megpróbáljuk megérteni a 10 éveseket és magunknál tartani, és úgy váltani, hogy az ne a 100, 200 vagy 500 éves szabályoknak feleljen meg. Most akkor tisztázzunk, mi a célja a liturgiának? Hogyha az a célja, hogy az embereket szórakoztassuk, akkor igazak ezek az érvek. Csak éppen ez nem egy színházi vagy egy mozi, nem egy olyan intézmény. Itt, ha ezt komolyan veszük, a liturgiát, a liturgia az Isten szolgált, Istennek szól. Tehát ez nem lehet szempont az, hogy az szerint visszük le gagyiba, már elnézést a kifejezésért. Nem biztos, hogy a könnyű műfaj nem gagyi. Biztos, nem mindig, persze, hát én is szeretem a könnyű zenét, én a kocsiba hallgatom a könnyű zenét. Pontosan tudja, semmi baj nincs, fel, csak a maga helyén. Tehát a bizonyos helyén, most az Isten szolgált, és ez szerintem ez egy szép elgondolás, megnézzük végig az egyházzene történetet, 2000 évig mindig a kornak a legnagyobb koponyái, ahogy tetszik, alkották meg azokat a zenéket, amik odavalók, amik az Istenhez leginkább méltó. Tehát nem az volt a szempont, hogy azt tetszen a Józsinak, Pistinek,
Na, de az Bach, Istenhez mit, de Bach is modern volt, vagy fiatalos volt, vagy modern volt. Sőt, és még egyszer mondom. Tudod, hogy tetszik, vagy megértik. Így van, de Mozart ugyanilyen volt. És akkor még számos más zeneszerzőt említhetnék. Tehát muszáj haladnunk azzal a korral, amiben élünk. Persze, csak adott kornak a legmagasabb szintű művészi tevékenysége méltó csak az Istenhez. Ez az. Na, itt van az ötven pont. És nem pedig a populáris igaz, és az olcsó. Tehát de a populárisban nem lehet nagyon jó? De sőt, én azt is mondom, hogy meg kell találni a helyét a populáris könnyű zenének is. Csak nem a liturgiában. Tehát az, hogy a cserkészek a tábor mellett gitároznak, és nagyon jól érzik magukat, vagy akár a templomban is tartanak olyan, mint például volt múlt héten nálunk egy keresztút, ami nem szoros értelembe vett liturgia, azt kitölti gitáros és az ő ízlésüknek semmi baj nincs vele. Csak a liturgia az egy szabályozott dolog, hogy mi a liturgia, a mise és a zsolozsma. Tehát ez a két rész, és annak a zenéje hat meg. Egy picit beszéljünk a zsolozsmáról, mert a misét azt mindenki ismeri. Igen. Zsolozsma. Kifejtené, doktor úr? Igen, tehát ez a másik pillér, amit mai átlag keresztény lát, az a mise, és a ugye, vasárnapi egy mise hallgatási kötelezettség. A zsolozsmára ma csak úgymond a papok kötelezettek, és ez bizony a Liturgia Horárum címen egy könyv, amit nem is látják a hívek, hogy őt a szobájába, szabadidejébe elolvas, bizonyos zsoltárok, bizonyos rend szerint el. A zsolozsmának a lényege az, hogy a 150 zsoltár régen egy hét alatt el kellett hangozzon. Különböző imaórákban, ez meg volt a hajnali, déli, délután, és a szerzetesek ez mai napig sok helyen csinálják, Franciaországban volt szerencsére ezt látni, ma is élő dolog. A világi papság mondván, hogy nincs annyira idejük, és nem tudnak olyan szabályozottan napközben végezni, nekik egy alkalommal akár lefekvés előtt azt az egy órát rászállni, hogy elolvassa az aznapra kijelölt zsoltárokat és egyéb jama szövegeket. Ez... A zsoltárok mire tanítanak? Nagy kérdés. Zsoltárok, ezek 3000 éves szövegek, zsidóságtól örökölt szövegeink, amelyeknek több szintű jelentés tartalma van. És egy kereszténynek legalább olyan gazdag jelentés tartalma bírhat, mint akár egy zsidó számára. Ugyanis úgy szokták mondani, hogy a krisztianizálták, ahogy bizonyos pogány ünnepek is átmentek a liturgiában, bizonyos pogány elemek, akár szövegek, akár szokások, akár sok minden ünnepek. Ugyanúgy szövegek is átkerülhettek a keresztény liturgiában, és ilyenek is, és alapját képezi, és nagyon érdekes, hogy a régi ember, a régi keresztény egyházatják nagyon fontosnak és kiemeltnek érezték ezeket a sugalmazott szövegeket. Tehát ez úgy valljuk, hogy ezek Istentől sugalmazott szövegek, amelyek 3000 év óta még mindig szinte korszerűen kifejezik sokszor a bánatunkat, örömünket, és a isteni hitünket, a kételkedésünket. Rengetegféle zsoltár vannak, úgynevezett bűnbánati zsoltárok, amelyek a bűnbánatra, nagy bőt, nagy húsvét előtti időszakra például. Ezekre koncentrál a liturgia, de vannak örvendező zsoltárok, tehát ez nagyon sokféle tartalma, és a liturgiára nagyon alkalmas, hogy ezeket a szöveg, és ezek szerint bibliai szövegek. Tehát megint csak egy olyan dolog, hogy nem akinek most eszébe jut valami kis versecskét írni, még hogy akármilyen jó költő is, akkor gyorsan beemeljük, mert az úgy tetszik. Hanem ezek úgy gondoljuk, hogy ezek liturgikus, Istentől sugalmazott szövegek. Több ezer éve, és ezért van helye a liturgiában leginkább. A bűnbánat, akkor mondjuk az én értelmezésemben olyan Isten állott a dolog, mint egy jó humor. De akkor menjünk tovább, mert hogy bőjt van. Ilyenkor a katolikus közösség ez gyakorlatilag hogyan csinálja? Tehát mindig odafigyelünk mindenre. Persze, nyilván tehát, amit a laikus ember vagy nem hívő ember tud, az, hogy ilyenkor, amikor bőjt van, akkor mondjuk nem eszünk húst. De ez nem csak erről ez szól, csak hanem lelkileg is meg ez kell tisztulnunk. Egy csúcs, persze. Igen. Ez egy felkészülés, ez a 40 napos úgynevezett bűnbánati idő húsvét előtt, amikor húsvétra felkészülünk. Ez mind a araboknál, a ramadán, tehát más vallásoknál is vannak egy úgynevezett, és mindenhogy az advent, a úrjövet, tehát az úrvárás a Jézus születése előtt karácsony előtt. Ez a 40 napos bőti idő, nagybőtnek hívjuk igazából, de igazából ez egy lelki megtisztulási időszak, és kettős tartalma van, ezt sokan nem szokták tudni, tehát azt hiszik, hogy ez egy egységes idő, nem. A nagybőtnek az első 4 vasárnapja
az tényleg a bűnbánattal foglalkozik, és a bűnbánat gondolatkörével, a liturgikus szövegek meg szükséges? Mert gyakorlati kérdés persze ilyen nincs, de játszunk egy kicsit, legyünk ilyen ufók. Mi van azzal az emberrel, akinek nincs mit meggyónnia? Vagy nincs mit megbánnia, hiszen mindent jól csinált. Akkor ő mit csinál ebben az időszakban? Vagy ilyen nincs? Én tudnék erre válaszolni, de teológust kellene inkább fogadni, szerintem, mert ő nem egy egyházanész. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményére. A legjobb vélemények egyébként a kis embereknél születnek. Nagyon sokszor ezt kitúl szokták élezni, és tényleg a mai világ, meg a mai gondolkodás nagyon arra szinte olyan rácsodálkozó, vagy rágunyolódva, hogy bűnbánat, ugyan már, és pláne ez a mai amerikai mentalitás, hogy én vagyok a jó fej, és erősíteni az öntudatot, az én tudatot, meg és mindenben a legtehetségesebb természetesen. Igen, szuper vagyok, igen. Na most, tehát ennek azért vannak hátulütői. Persze, úgy tűnik ez egy másik véglet, de néha azért nem állt magunkba szállni. Tehát, hogy ki van egy jelölve egy olyan időszak az évfolyam, amikor az ember tényleg kicsit elcsendesedik, kicsit magába fordul. Most nem az, hogy most verem a mellemet, meg hamucúrok a fejem, mert persze mai világban ez nagyon idegen dolog lenne. De az, hogy egyszerűen főleg a gázfűtés. Néha elcsendesedik az ember, elvonul egy negyed órára a szobájába, és átgondol dolgokat, és amikor azt hiszem, hogy tényleg, hát én szuper vagyok, nekem nincs bűnöm, ugye, már mit képzelnek, és akkor elkezdek gondolkodni, hát igen, lehet, hogy ezt sem jó csináltam, meg az sem volt jó. És, tehát kellenek ilyen idők, és egyáltalán, amikor rákényszeríti az embert ilyen dolgokra, ami magától nem jön rá. Látja, hogy mennyire fontos az, hogy néha, még akkor is, hogyha kiváló párkapcsolat és családban él az ember, legyen mondjuk akár 5-6 gyereke, meg nagyszülők, hogy mennyire fontos az, hogy el tudjunk vonulni egy kicsit. És mondjuk, ahogy ön említette, 10 percig vagy 15 percig saját magunkkal tudjunk foglalkozni. Tehát akkor az, amit önök próbálnak tolmácsolni, tanítani, az azt is jelenti, hogy próbáljunk meg foglalkozni a saját pszichénkkel, a saját lelkünkkel, mert abból táplálkozunk majd, és abból lesz majd erőnk. Jól értelmezem én ezt? Jó, pontosan így van. Tehát nem egy ilyen önvádoló, önmegsemmisítő dolog ennek a célja, hanem pontosan egyfajta megtisztulási lehetőség. Tehát az, hogy az ember, és bizonyos dolgokat helyre tegyen magában. A rohanó életben nem mindig van időnk rá. Az öntisztulás az lélekben nagyon érdekes lehet. Egy picit elkalandoztunk, de vissza fogunk jönni. Nem azért szakterültem, azért annyira, nem akarok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én nagyon élvezem a beszélgetést, bár nem az én dolgom, hanem az, hogy dolgozzam, hogy hogyan lehet ezt mondjuk átvinni, megtanítani, mert ahogy ön mondta, illetve ön fogalmazott, hogy meg kell tisztulni. És gyakorlatban én úgy tudom elképzelni, és ezt már át is éltem, például, hogyha az irodám tiszta, minden papír helyre van rakva, minden el van intézve, akkor egyszerűen csak elkezdem magam jobban érezni. A lelki higiénia is jobb lesz. Egyszerűen a környezet, hogy nem van. Még egyszer, lelki higiénia is egyszerűen jobb lesz. De hát ez is van belőle az, hogy egy szép szertartás. Eljön a terisztelés, és lát például Zoltán. Nagyon sokszor voltam. Egy szép szertartás. Ott valahogy mindennek rendje van, nem összekapkodva, nem. És egyszerűen egy jó érzéssel tölti el az ember, tényleg egy netség érzete, és ez is hozzátartozik, biztos. Ha már a beszélgetésünk őszinte, akkor én is őszinte leszek, bár nem tudom, hogy mennyire. Szerintem etikus. Zoltán atya minden ünnep előtt vendégünk ebben a stúdióban, elképesztően nagyra becsülöm őt, és egyszer én kitaláltam, hogy ne jöjjön be a stúdióba, hanem mi megyünk ki, és a templomba csináljunk, ez azt hiszem pont húsvét előtt volt, egy ilyen riportfilmet. És azt hiszem, hogy az összes szakmabeli kollégám egyetért velem, hogy amikor felvétel van, és nem élőadás, mint most, akkor mi újságírók vagy műsorvezetők hajlamosak vagyunk egy kicsit elengedni magunkat. Tehát nem úgy koncentrálunk, mert azt gondoljuk, hogy akkor persze ezen lehet javítani, és akkor lehet bakizni. Terész templomba csináltunk egy riportot, higgy el nekem, György, hogy egyet nem bakiztam. Tehát valahogy megfogott a környezet. Tehát ez lehet érdekes, hogy az, hogy valakit megfog ez a környezet, az még nem jelenti azt, hogy valahogy ne kelljen még vonzani hozzá olyan embereket, akik majd csak később fognak rájönni, hogy mégis ez az ő útjuk. Ez egy nagyon nagy feladat. Persze, hogy nem. Most el is gondolkozott, pedig nem. Ön tanít.
Igen. És ilyenkor mit mond a diákjainak? Konkrétan? Hogy maradjon meg ez a közösség? Értem. Vagy hogyan bővítsük ezt a közösséget? Ahol mondjuk ilyen a hangulat, ilyen az eszme, hogy a másikon segíteni, vagy bár ez minden egyháznál így van szerintem, a segítség az független a római katolikus egyháztól. Igen. Na most én nekem az az érzésem, hogyha az ember görcsösen ezt tartja csak szem előtt, hogy minél több embert, hogy fogunk be, hogy tudunk be, hogy legyen tele a templom, hogy gyűjtsük be ezzel, akkor baj lesz. A lényeg nem az, hogy tele legyen a templom, hanem aki bejött, az maradjon is. Egyszerűen jól csináljuk a tudásunk szerint legjobban csináljuk a dolgokat, és annak meg lesz az eredménye. Kiváló válasz. Akkor ez gyerekeknél el kell kezdeni nyilván. Világos. Akkor térjünk vissza a zenéhez, mégis az az önasztala élete műfaja. Beszéltünk gregoriánokról, húsvét kapcsán például mi az, amivel mondjuk egy 6-7 éves gyereket meg lehet fogni, vagy el tud érni a füléhez? Tehát mondjuk, ha a zeneiségről beszélgetünk, akkor hogyan válogatnak? Mert azt mondta, hogy hatalmas a repertoár. Hatalmas, persze. Hát most érdekeset fogok mondani, hogy megint ugye csak erre reflektál, hogy a gyereket mi fogja meg minden. Szóval a gyerek ott rácsodálkozik, ha nem is érti, elképesztő, és ha tényleg egy szép liturgiát lát, akkor is arra hatással lesz. Egyébként, hogy a gyerek, ha már nagyon jól szobazhoz, 6-7 éves, talán egyszerűen megdöbbentő, hogy ma hogy gondolkozunk a 6-7 évesről, és hogy gondolkozott a ókor vagy a keresztény középkor. Sokkal komolyabban vették a gyereket. Felnőttként kezelték bármilyen hihetetlen, és olyan feladatokat adtak neki a liturgiában, sőt, mint az énekes fiúknak az énekes liturgiában. Sokszor a legnehezebb gregorián tételeket adták. Erre bizonyítékok, a kódexek, bizonyos leírások, hogy a 7. században vagyok, a 15. századi kódexekben volt szerencsém tanulmányozni. Beírásokban látszik, hogy a legnehezebb feladatot, és gyerekek ezt nyilván el tudták látni. Egyébként mai napig látjuk, és az ember rá tud csodálkozni, volt szerencsém, hogy az ember elmegy Angliába, Oxfordba, igaz, anglikán templomokban legtöbb, de ott is vannak katolikus és katolikus templomokban is. Ugyanolyan színvonal, ugye ez úgynevezett college-okban. 7-9 éves gyerekeket beállítanak, éneklik a szoprán, mögötte a felnőtt énekesek, és a legnehezebb műveket és napról napra hatalmas repertoár, nehezebbnél nehezebb dolgokat és komolyabb feladatokat. Ott nyilván a tradíció, mert ez megőrződött, de ez régen így volt. Ez így volt Magyarország egy erdélyi faluban is. Így volt, hogy az erdélyi kántor tanítóval a 8-10 kis énekes fiú a faluba énekelt a gregoriánt, amit ő maga leírt, gregoriánt ez a kántor tanító. Hihetetlennek tűnik ez ma, de ez így volt. Mennyire lehet egy kántor tanító mester? Tehát mennyire tud megmaradni mondjuk, én azt mondom, hogy Kis István vagy Nagy Valika, teljesen mindegy. Tehát hogyan tud példaképpé válni? És még mindig nem beszéltünk a húsvéti programokról, de most már mindjárt rátérek. Csak annyira, ne haragudjon, ez őszinte vagyok, nagyon jó önnel beszélgetni, olyan dolgokat találunk meg, amiről általában nem szoktunk beszélgetni. Tehát hogy lesz egy kántor tanítóból példakép? Hát megint csak ismételni tudni magam, hogyha hiteles. Ha hiteles, a szakmáját a legjobban műveli. Ez is nem mindegy. Például az egyházzenész képzés, amiben én tevőleg részt veszek, és a legmagasabb szinten mondjuk a egyházzenet tanszakon, a Zenakadémián képezzük a jövő egyházzenészeit, és arra nevelve, hogy minél színvonalasabban, minél képzettebben csináljuk, mert nyilván annak van tekintélye, annak van hitele, ha képzett, és látja az a kisgyerek, a nagyobb gyerek, hogy a tanítóbácsi ért ahhoz, amit csinál, szereti, amit csinál, és kompetens. Tehát nyilván példának kell lenni. Ebben a pillanatban szinte példával vált. Hogyha rá tud csodálkozni egy gyerek, mint ahogy én is gyerekkoromban rácsodálkoztam XY tanáromra, hogy hú, ez mi van a fejében, úristen, mennyi mindent tud rá, és még mennyit tudna mesélni, és még mondja, még milyen jó, hogy még mondja. Abban a pillanatban szerintem működik a dolog. Tehát a példakép az mindenképpen fontos. Tehát akkor úgy kell élni, meg úgy kell viselkedni, és aztán hát az majd akit tanítunk, az is úgy fog viselkedni. Vagy legalábbis reményeink szerint. Gyorsan nézzük végig a húsvéti programokat. A Terész templomba és Zoltán atyánál, Horváth Zoltán atyánál. A liturgia ugye, úgy nagy hét nyitánya az virágvasárnap. A most következő vasárnap, 13-a. Ez mozgó ünnep egyébként, nem úgy, mint a karácsonyi 25-26-ához kötődik, hanem mindig kevesen tudják, hogy a tavaszi nap éjegyenlőséget követő
hol tölte utáni vasárnap a húsvét vasárnap. Ezért mindig máshova kerül a most 20-ára kerül vasárnap, az azt megelőző vasárnap, a virágvasárnap, ezért virágvasárnap a neve, mert ugye akkor emlékezünk arra, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, ugye a szenvedés hete előtt, akkor még ünnepelték és a jeruzsálemi nép még pálmaágakkal, tehát virágokkal fogadta. Most ez nálunk nehezen megvalósítható, mert ugye főleg amikor márciusban van, még nem nyílik virágok, tehát a barkával is valahogy így kötődött itt az európai hidegebb részekhez. Lehet, hogy foghiszentés sem volt. Lassan már igen, most már elvirágzik minden, így van. Nálunk egyébként a Terézvárosi templomban egyes hívek otthon levágnak a pálma, egy-két pálmaágat, és akkor a pálmaágak szép szimbólum, hogy azzal a bevonuló, Krisztust jelképező papot. Ugye mindig a pap a liturgiában tulajdonképpen Krisztust, Jézust képviseli jelenlétén. Tehát amikor bevonul a papság, a pap a asszisztenciával, a kórussal a főkapun ünnepélyesen, akkor ez alatt a pálmaágak, ruhák nem vannak terítve. Nem ők vonulnak be, hanem Jézus vonul. Pontosan, de ez csak szimbolizálja és megjeleníti. Tehát a pálmaágak és a virágok vagy barkák, ahogy tetszik, a barka szentelés is ezért tartozik hozzá. És ez a bevonulás rész, ami megelőzi magát a fő ünnepi misét. A misének pedig egy fő eleme a passió eléneklése, amely tulajdonképpen a szenvedés történet, de már rögtön itt a bevonulást követően is szinte fémjelzi azt, hogy milyen rövid idő telt el tulajdonképpen a Jézus életében is, a között, hogy Jeruzsálem ünnepelte, és egy hét múlva már keresztre vele ordították. Tehát itt gyorsak voltak az események. Körülbelül ilyen gyors a virágvasárnapi nagymisében is, hogy egy 10 perc múlva már a szenvedés történetet hallgatjuk, a passiót, amit sokan tudják a zeneirodalomból, hogy a bizonyos csúcsait, tehát a Bach passiókat ismerjük. Most ezt viszont kevesen tudják, hogy régen mind a négy passió elhangzott nagy héten. Máté passió volt mindig virágvasárnap. Nagyon kevesen tudják, hogy a Lukács és a Márk passió kedden és szerdán hangzott el, és a János passió pedig pénteken. János passió, mivel a legkiemeltebb, Jézushoz legközelebb, a legkedvesebb tanítvány, aki végig ott volt a Golgotán is a egyedüliként az apostolok között, tehát leghitelesebb tanítvány és leghitelesebb evangélium is éppen ezért. Ezért pont a pénteken, amikor ünnepeljük magát a kereszthalált és keresztre feszítést, akkor János passió hangzik el, emlékszünk rá, pontosan. Inkább emlékszünk rá. Így van. Tehát ez azért hangzik el nagy pénteken a János passió, és Máté passió pedig most virágvasárnap. János keresztelő Szent János, gondolom. Nem. A keresztelő Szent János az, aki az utolsó profétaként szokták emlegetni, aki tulajdonképpen a Jézus előtti utolsó proféta, és még félig az Ószövetséghez tartozik, de már tulajdonképpen az Új Szövetségnek a alakja, előkészíti Krisztust. De a János az evangelista, tehát a 12 apostolnak az egyike. Egyike. És a 4 evangelistának az egyike, aki a pasiója hangzik el nagypénteken. Nagy csütörtök még kiemelt ünnep, akkor az úrvacsorát ünnepeljük tulajdonképpen, vagy jelenítik, ami tulajdonképpen minden szentmisében megjelenik, tehát az utolsó vacsorának a eseményei az átváltoztatásban, tehát a misében megvalósul, de ez az a nap, amikor legkiemeltebben történik ez, amikor kifejezetten az úgynevezett oltári szentség szerzése, tehát ezt az ünnepet ünnepeljük, és akkor ezért kiemeltebben hangzanak el ezek a szavak, a Jézusnak a szavai, mint az utolsó vacsorán elhangzottak. És még egy dolog, itt egy jelentős eleme ennek egyébként egy normális mise lefolyású liturgiának, a lábmosás szertartás, ami megelőzi ezt az áldozati részt, ugyanis ahogy Jézus is az utolsó vacsorán megmosta a tanítványai lábáit, ezt megjelenít, és ékkor a pap szokta... Az tisztulás? Ahogy Jézus megmosta a tanítványai lábait. Ez egy érdekes lábait. Dolog, egyfajta alázat kifejezése. Tehát vagy bűnöket, vagy... Nem is. Vagy itt hogyan kell ezt értékelni? Megint csak teológus kellene, megint olyanra faggat. De hogy annyira okos tanár úr, és simán tudja, legyen kedves segítség. Elnézést kérek mindenkitől, aki teológus, és ezek nem jól fogalmazok. Tehát itt arról van szó, inkább azt hiszem a fontosabb eleme, ez az, hogy tulajdonképpen hát Krisztusban a hitünk szerint az Isten ereszkedik le odáig, hogy egyfajta alázat, hogy ne. Hát amikor a Szent Atya is, és egy egyszerű kódusnak, és ez megtörtént minden nagy csütörtöke megmosa a lábát. Ez nem csak egy jó reklámfogás is, nyilván biztos. Ezt lehet mutogatni, meg nagyon klassz felvételeket csinálni, de ez valahol, ez komoly.
Szóval én meggyőzésem, hogy... Tehát hogy... Ne azt lássuk, amit látunk, hanem mögé lássunk, hogy az mitől van. Ez egész liturgiáról szó. Szóval valahol nem csak ilyen külcsint, sokan csak egy szabályrendszert látnak, egy unalmas, kidobandó, poros szabályrendszernek. Mindennek jelentés tartalma, mindennek mögöttes tartalma van a liturgia, ami minden mozdulatnak, ha azt jól végzik. De ez meg van írva, csak végezni kell. Tehát ez évszázadok alatt kialakult. Maradt még 3 percünk, doktor úr, vagy tanár úr, vagy nem is karnagy úr, teljesen mindegy, hogy melyik titulust használjuk. És én próbálom lazítani a beszélgetésünket, bár azt gondolom, hogy ez nem volt feszült, hogy mit illik enni húsvétkor? Bár ezt minden katolikus anyuka biztos nyilván tudja, de egy picit beszéljünk róla, hogy mit, miért teszünk, vagy mit, miért fogyasztunk, akár bort. Most a böjthöz hozzátartozik, nyilván a régi ember 40 napig böjtölt, úgyhogy az arabok tényleg böjtölnek 40 napig a Ramadánban. Ez se volt egyébként most a nagy egészségmániás emberek azért ki tudják mondani, hogy bizony néha kell tartani olyan időszak, amikor kitisztul, meg szedünk mindenféle gyógyszereket, hogy a lerakódott mérget kire. Nyilván ez is egy jó módszer volt a középkorban, akkor nem ettek 40 napig húst, és akkor valahogy kicsúsztottak a szervezetbe dolgot. Tehát ez egy hasznos dolog. Ma ez úgy szól a szabály, csak péntekeken. Tehát a nagybőt időszakában csak a pénteki napon tartózkodunk ott húsevéstől, egyébként minden más lehet tenni, még halat is bármit. Nagypénteken nyilván még szigorúbban be kell ezt tartani, és őt akkor csak 3-szor szabad étkezni. Ezek ilyen szabályok megint csak, amik lehet azt mondani, hogy szigorúak, de lehet azt mondani, hogy a szabályok betartása rávilágít valamire. És igen, pont ezt akart. Valami na, megint, megint csak hozadékai. Mire világít rá a szabályok betartása? Önfegyelem például. Például egy önfegyelem. Egyáltalán az, hogy én is prüszkölök, vagy hamazú szerdel, és tehát a nagybőt elején és végén nagypénteken van egy ilyen nap, amikor 300 az ember óhatatlanul nyúl a nashoz, vagy bármihoz. És mondjuk nem. Egy sült kacsacombhoz, tanár úr. Nem, szóval, nem? De ez megint csak olyan dolog, hogy az ember moroghat is, hogy hát milyen ódivatú dolog ez. Másrészt pedig egyfajta önfegyelem, persze egyfajta áldozat is, de az is, hogy egy önfegyelemre nevelés is. Nagyszombat persze már más, akkor már a húsvéti feltámadási szertartás után az ember hazamegy, a húsvéti vacsorát meg szokták ülni, az nyilván hozzátartozik, és ez különösen az európai ember szám, vagy főleg keletőbb, ez kötelező sonka, a tojás, és aztán lehetne itt mesélni, hogyha néprajzosok lennénk, hogy ennek milyen néppiszokásai vannak, és milyen jelentés, hogy a locsolás, milyen ennek is. Megvan a maga, a népszokásoknak is a liturgiáját is a jelentést tartom. Még körülbelül 40 percig el tudnék önnel beszélgetni, tanár úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És én azt is remélem egyszer, mint mielőtt elköszönnék, hogy nagyon sokan látogatnak majd el a Terész templomba, hallgatják meg Horváth Zoltán atya miséjét, bármikor egyébként az ünnepek alatt. Gondolom, hogy az időpontokat egyébként is tudják, ha nem, akkor honlapokon, vagy különböző honlapokon megtalálják. Legyen, bár még van időnk, de legyen békés az ünnep, meg mindenkinek jó étvágyat. És nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt még egyszer.